1989-ben 16 MiG-21-es vadászbombázót vontak ki a forgalomból Magyarországon. Van, amelyik múzeumba került, van, amelyik repülős iskolába, sőt, olyan is akad, amelyik egy amerikai vándormúzeumban szolgál. Bár a katonáknak fáj a szívük, a civil mégsem érez nosztalgiát, amikor végignézi, hogyan lesz a csodafegyverből ócskavas. A MIG-ek, a szivar alakú vadászgépek, a jóindulatú repülők. Igen, jóindulatúak, a pilóták így nevezték a MiG-21-eseket. Valaha korszerűek voltak. 1964-ben kerültek Magyarországra, azóta 140 ezer órát repültek, és több mint 286 ezerszer emelkedtek a levegőbe. Véletlenül én vagyok az utolsó, aki ennek a MiG-21-esnek a pilóta fülkéjében ül. Ez a gép több ezer órát töltött a levegőben, éles bevetésen nem vett részt. A lángvágók hamarosan érkeznek. Az egykori vadászpilóta számtalan órát repült a MiG-21-esekben. Mikor interjút kértem tőle, azt mondta, nem szívesen áll a repülők mellé. Ezek a gépek már nem azok a gépek. Úgy érzi, a saját koporsóját látja. Az én szívem nagyon fáj érte, mert az én repülőpályafutásom meghatározó nagy része azzal telt el, hogy ezzel a típussal repültem. Részt vettem az első átképzésen. Van ezek között a gépek között olyan, amelyiken repült? Ezeken a repülőgépeken, amik most itt állnak a megsemmisítési területen, mindegyikével nagyon sokat repültem, de talán a legtöbbet az 510-essel, amit az akkori pilóta kollégáim tehertaxinak becéztek. És ez a tehertaxi, az 510-es, 509-es, hát ez nagyon sok szép feladat volt nekem. A repülőembernek a saját repülőeszköze, ez hozzánő. Hozzánő, kicsit családtaggá válik. És meglehetősen rossz dolog végignézni. Az az eszköz, az a szárnyas fém madár, amivel én is repültem, hát most már végső megsemmisítése kerül. A gépek megsemmisítésére az európai hagyományos fegyveres erőkről szóló szerződés az úgynevezett CFE előírásainak megfelelően kerül sor. Ez a szervezet a résztvevő országok belátására bízza, hogy a harci eszközök feldarabolásánál jelen kívánnak-e lenni. A tagországok közül egyelőre senki nem jelezte részvételi szándékát. Ezek a gépek régóta kivonnak volna a rendszerből, ezeket tárolnia kellett a Magyar Honvédségnek, és ellenőrzési kötelezettség alá estek. Tulajdonképpen ezt az ellenőrzési kötelezettségét ezzel elkerüli a Honvédség, illetve mivel a nemzeti szintünktől nem sokkal vagyunk elmaradva, ezek a későbbiek során egy esetleges új gép beszerzést tesznek majd lehetővé. A MiG-21-esek végső megsemmisítése repülőgépenként 500 000 forintba kerül. Ennyi az ára annak, hogy az egykori csodagépből, a szovjet Mirásból ócskavas legyen. Holnap este 10-kor itt a Kettesen újra objektív viszontlátásra. Jó éjszakát kívánok!